A műsor együttműködő partnere a Korvin Sütöde. Smart Kft. Autona Kft. A Keszó biztonsági zárbetét forgalmazója. Kedves nézőink, a foci, sport és hagyomány aktuális műsorát láthatják, ahol vendégünk, de más, mint Máté János, válogatott labdarúgó, ő vele fogunk beszélgetni. Egyrészt beszélgetni is fogunk, és hát mindenek előtt szeretettel köszöntelek születésnapod alkalmából, mert a nézők is a születésnapja alkalmából láthatják a műsort. Ha szabad mondani, és hanyadik, akkor 75. De akkor mondom, hogy hát Te mondt ki, azért Igen. gondoltam, hogy 75. és nagyon szeretettel köszöntünk. Amellett természetesen, ugye hát az ünnepek során vagyunk, és hát ugye mindenkinek is a, a műsor előtt, után áldott ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk. Hát ez így összejött a. Születésnappal együtt tudjuk köszönteni, és akkor, hát, János szeretettel üdvözlünk téged. Szerbesz Tibor, köszönöm a meghívást. Természetesen. Örömmel, nagyon sok élményünk volt a múltban, közös élményünk is, és ezeket egyrészt megosztjuk, másrészt a te pályafutásodról beszélünk, és természetesen, ugye a Köztelévő élményekről, érdekességekről, meg hát azokról a személyekről, akikkel együtt játszottál, mert azért megemlíteni, ha megemlíted, akkor nem akármi, mert a nézők ismerik. De előre mondom, hogy akit esetleg nem említesz meg, de jobban voltál, hogy elnézést kérünk tőlük, de nem fér velem mindenki. És ennek egy előzménye volt, hogy az FTC baráti körnek volt egy fogadása, egy szokásos havi összejövetel, és a havi összejövetelen rendszeresen a kerek születésnaposokat szoktuk ünnepelni, és hát te voltál a főszereplő, téged köszöntöttünk a születésnapod évfordulón alkalmából, úgyhogy erre is gondoljunk, hogy ez volt a legutolsó, és akkor most visszafele menve, térjünk rá a nagy élményeidre, amik történtek a labdarúgás szinten. Hát igen, tegnap volt a baráti körnek a köszöntője, igen. a 75 éves születésnap alkalmából is. Meg kell mondanom, hogy nagyon jól esett ez a, ez a gesztus. És itt már felevelítettük a eseményeket, hogy azért rengeteg dolog volt, amit úgy nem tudott a nagy közönség, hogy hogy történt, mert hát nem szivárgott mindenki a kulisszák mögül, és akkor erről próbáltam mesélni az ott jelenlévő baráti kör tagjainak. Úgyhogy lényegében az volt, hogy hogy kerültem ide a Ferencvároshoz. Igen. Nem volt egyszerű történet, mert abban az időben nem volt szerződésünk, hanem... Önállóan rendelkeztek velünk az a egyesületek, és és úgy nézett ki, hogy ott az ő kezükben voltunk, és én sem futballoztam már az ötödik éve, hát elég jól ment a játék, és úgy éreztem, hogy már talán eljött az idő, hogyha alkalom lenne, akkor szívesen váltanék. És megkeresett a Ferencváros, Hát egy kicsit megijedtem a nagy feladattól, de végül is volt időm gondolkodni, és eldöntöttem, hogy akkor én ebbe belevágok. De bonyolított a helyzetet az, hogy nem nagyon engedték el az embert. És akkor volt egy olyan lehetőség, hogy a megszűnt Pécsen a Pécsi Dózsa, meg ezek a különböző klubok, és Pécsi munkás Munkás, sport egyesület jött létre. de most ahhoz, hogy ez létrejöjjön, ahhoz az kellett, hogy mindenkinek új, szel, új igazolást kellett készíteni. És én Igen. nekem akkor támadt az, ötletem, nem csak saját fejemből, hanem súgtak is nekem, hogy, hogy most, ha akarsz, akkor tulajdonképpen el tudsz venni. És akkor írtunk egy olyan megállapodást, én legalábbis értem a vezetést, hogy csak akkor írom alá a szerződést, ha engem a jövő nyáron elengednek, feltétel nélkül. Ó, oh, hát azt mondták, rendben van, hát majd meglátjuk, mi lesz. Eljött a fél év, hát hogy már megállapodtam a Ferencvároshoz, közben hívott a Vasas is, és a... eljött a fél év, és le akartuk bonyolítani az átigazolást, és Hát ők közölték, hogy hát sajnos hát ez a papír nem ért semmit, és végül is az MLS elé került, és akkor ott eldöntötték. Ez egy, kis hú, hosszabb húzavala volt, hogy akkor végül is nekem adtak igazat, mert ott volt a papírom, és akkor így kerültem a Ferencvároshoz. Ami, ami nem volt egyszerű történet, mert hát olyan, olyan klasszisok játszottak abba a csapatba, hát a legnagyobb klasszis természetesen Albert Florián volt, hogy Hát nekem azt mondták ott Pécset, hogy a Ferencváros vezetői, hogy ő, 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 abba hagyja a futballt, mert én mondtam, hogy hát, hát hogy szó se lehet, hogy én egy Albert után, de hát nem, nem is akarok hogy ott, ott, föllépni. Hát ez ak akkora, akkora, kihívás lett volna, hogy az hihetetlen. És akkor mondták, hogy ő abba hagyja a futballt, úgyhogy mindenképpen, ha jövök, ha nem. És akkor följöttem, és akkor azért úgy szembesültem vele, hogy Hát mondjuk nem egészen úgy volt minden, ahogy, ahogy ecsetelték nekem, mert a Flori még nem, nem hajtotta abba hagyni a futballt. És akkor ott a, elég nagy konkurencia volt elől is, és na most ide kellett volna nekem valamilyen módon beilleszkedni. És azért Igen. tudjuk azt, hogy beilleszkedni úgy lehet, ha az ember jól játszik. Na most ahhoz, hogy jó játszon az ember, ahhoz olyan feltételek kellenek egy új közegbe, az, hogy eljöttünk Pécsről egy éves gyerekkel, ott hagytunk mindent, lakást, mindent, felszámoltunk, hát nem volt mit felszámolni, mert eljöttünk, aztán itt bérelt a Ferenc Adas nekünk egy lakást a Szabadsághegyen, ahol hát rettet és nehezen tudtuk megszokni a, a fővárosi életet. Most az, hogy az részletekre nem akarok kitérni, különösen vettek, ott már elmesét, milyen részletek voltak, hogy, hogy egyszerűen nem tudtuk megmaradni abban a lakásban. Most olyan volt, hogy hát 73-ban autón nem volt természetesen, a várost nem ismertük. felszálltam a buszra, a 21-es villa, a 21-es buszon, 21 lejöttem buszra. a déliig, ott átszálltam a metróra, a a hungáriakörúton kiszálltam a metróból, és mentem a, mentem a Fradi pályára. De ez olyan volt, hogy abban az időben, hát természetesen vidéki gyerekként, buszon, metrón, hát mindenhol láttam, hogy rengeteg ember van, hát ott nem ülhettem, ott mindenhol állni kellett. A lényegben az volt, hogy én elindultam reggel, van, amikor két edzés volt, kössze visszamentem, hát az egyszerűen és nagyon nehéz, nagyon nehéz volt. Olyan fáradt voltam, hogy hogy ne hihetetlen és akkor így kellett volna beilleszkedni a csapatba, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz volt és úgyhogy ezek a kezdeti nehézségekkel ezekkel küzdöttem. Az De hát túlestél rajta úgyhogy túl rajta. De igen hát hála Istennek és utána végre lejöttünk a városba onnan a hegyről. Akkor lakáshoz jutottunk már. És a Csapat is változott a második évre. Igen. Az első évben rettetesen küzdöttem azt éreztem. És a második megismerkedtem itt már várossal, az emberekkel, sok barátokkal. És akkor elindult a kupa menetelésünk a 73-74-es bajnokságba, ami, ami nagy várakozással tekintettünk elé, mert. Hát hogy mire visszük a kupagyőztesek Európa kupája volt ez a, Igen. ez, a, ez a kiírás. És itt kezdtünk el, és, és egymás után vettük a, először a Cardiff City, utána a, a Liverpool, Malmö, Szerven az Vezda, és végül a Dinamo Kiev. Igen. Úgyhogy ez volt a sorozat, csapat jól összeállt, megfelelő arány volt a fiatalok, középkorúak és a rutinosabb játékosok alkották akkor a csapatot dalnok ilyen vezet vezérletével. És hát nem kis dolog volt, mert akkor, abban az időben nem úgy volt, mint ma, hogy ismertük az ellenfeleket televízióból, meg egyéb mindenhol a más módon. Hát nem ismertük, hát csak annyit tudtunk, hát Liverpool-a kerültünk össze, az egy Hát tudtuk a zsinórban nyeri a bajnokságot Angliába, kupákat. Ez, 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 tudtuk, hogy milyen, de az, hogy milyen játékerőt képvisel, azt konkrétan nem nem, nem láttuk. Sikerült odáig eljutni, nem akármilyen összeállításban, nem akármilyen társasággal. És még ehhez egy kiegészítést teszek, amit mondtál, hogy a, kaptál olyan információkat, hogy hát gyakorlatilag a Flóri abba akarja hagyni, aztán utána olyat, hogy hát mégse hagyja abba. Hát ennek az volt a tulajdonképpen a, az előzménye, hogy ő nem akarta korán abba hagyni, de ha jól emlékszem, Kopenhágában egy mérkőzésen kapott egy olyan sérülést, Igen. aminek következtében nem tudta, hogy játszhat-e még, de annyira meggyógyították, hogy mérkőzésen föl tudott lépni, de érezték és tudták, hogy egy pár éven túl már nem tud játszani, vagy legalábbis nem ajánlják neki, és ezért volt az, hogy, hogy előre egy ilyen jóslat jött be valahonnan neked, hogy hát gyakorlatilag a Flóri abba fogja nem sokára hagyni. De hát azért egy-két évet játszott még utána. Igen, igen, akkor még játszott. Hát, de egyébként nagy élmény volt egy Albert Flóriánnal, együtt játszani, hát azért az... És akkor a Liverpool meccsre visszatérve, hogy Igen. ott kezdtük az első mérkőzést, hát nagyon meglepő volt az egész légkör, hát nem voltunk ehhez hozzászokva, telt ház, még az is meglepő volt számunkra, amikor kijöttünk a, a játékos kiárból, megtapsoltak, mármint a Ferencváros, tehát ehhez nem nagyon voltunk hozzászokva, hogy itt általában az ellenfelet megtapsolják meccs előtt, hanem és hát a fergetekes iramban az a kígenféle kiváló Liverpool volt, hát úgy, 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 támadtak, hogy az hihetetlen csak időkérdése volt, hogy mikor kapjuk a gólt, a gólokat. És elég jól állt a csapat a lábán, Géci Pista jó védett, Bárintlaci vezérletével, Múha Jóska ott hátul, nagyon jól játszottak. És tartottuk az eredményt, azt hiszem kaptunk egy gólt, és úgy, úgy gondolkodtunk, hogy hát egy, egy góllal megúszuk, akkor, akkor itt, talán még tisztes eredményért érünk el, és akkor a... Igen, az a... még nem szégyen. Igen. Már, már, húztuk az időt, már tördeltük a játékot már, hogy valahogy maradjon ez az eredmény, ne fussunk bele egy nagy vereségbe, és a játékvezető közölte, hogy hát mivel tördeltük a játékot, hosszabbít három percet, és a 93. percben Kelemen Gusztitól kaptam egy, egy indítást a jobb oldalra. Igen. Ott elindultam, és akkor a, amit még régről hoztam, a, a, a bonyhádi rétekről, mert mivel hogy állandóan csak cseleztünk, csak cseleztünk, nem volt más megoldás akkor el, elindultam a elsőhozatot, hogy azt vettem észre, hogy már kapusan állok szembe a Clemenszel, és begurítottam, begurítottam mellette, és ezzel a hosszabbításban, 94. percben egy-egyet értünk el, ami nagy szenzáció volt abban. Mi zárójelben hozzáteszem, hogy még, még az a kellemes meglepetés is ért, hogy Angliába ezt a gólt a hónapgójának választották, ami csak elkölcsi elismerés volt, de azért rendkívül jól esett nekem. Hát gondolom, és ez sose törlődik ki az emlékeid közül, Igen. mert azért ez egy óriási dolog. Igen. És kiadta a golpaszt, hogy a Kelemen Guszti. Kelemen, Kelemen Gusztitól kapta a golpaszt, Akkor egy pillanatra emlékezünk meg Kelemen Gusztitól, aki hát sokat volt együtt velünk. Igen. És hát most már Nincs sajnos, köztünk. sajnos, már csak a temetőben fiatalon elment. mehettünk ki, nagyon fiatalon elment, Igen. és akkor még hozzá tegyem, hogy együtt is sokat voltunk, és amikor az öreg fiúk csapatába is játszottál, Kelemen Gusztival együtt, és amikor az első olyan élmény volt, hogy Havaj szigetére kiment az öreg fiúk csapata, én is veletek mehettem, és a Kelemen Guszti is ott volt azon a Igen. uton, és ráadásul nekem nagyon megható és megtiszteltetés, hogy, hogy felkértetek arra, hogy a kezdőrugást végezzem, és hát így az első magyar labdaérintés az enyém volt. Utána már játszottatok tovább, de a tiszteletbeli kezdőrugás az enyém volt. És Nem kis dolog. Akkor Kelemen Gustina emlékezzünk. Régen. Mert tényleg egy szentációs ember volt, és ő volt. Igen, és. Hát utána, utána összekerültünk a Jugoszlávia nagy kirakat csapatával, a Szereven az Vezdával. Igen. Hát előttünk a kupa a Real Madridot verték ők ki a kupából. Úgy találkoztunk mi. Hát, hát igen, az nem Ismertük, ismertük. Hát most is látjuk, hogy hány tagállamra szakadt Jugoszlávia, és igen. milyen csapataik vannak most, és akkor is akkor az ő csapatuk volt a legjobb, és hát nagyon, nagyon, éles meccsen Budapesten, most Népstadionban kettő egyre tudtunk nyerni, és így mentünk neki a visszavágónak, ahol százezer ember tombolt már a mérkőzés kezdet előtt egy órával, hát biztos, biztos ez a döntőbe jutásért ment az a mérkőzés, hát biztos döntőbe várták a csapatot, gondolták egy egy kellemes ellenfél, egy, egy megfelelő igen. eredmény, kettő, egy. Hát emlékszem, kimentünk a játéktérre, és ilyen hatalmas nagy táblák voltak, hogy 5-0, meg mit tudom én, ilyen különböző eredmények, amik igen, jóslatok voltak, voltak igen. amik föl voltak téve. a hát nézeget mondjuk, hát gyerekek, Jaj nem beszélve arról, hogy a Bárintlaci megsérült, megsérült igen. És Pusztai Laci, volt a jobb szélső, emlékszem még abban az időben, úgyhogy a védelem az nagyon-nagyon meggyengült. És egy szintén egy nagyszerű játékosa pótolta Jenő, Pataki Miklós barátommal, aki Holna megyei volt, még onnan ismertük a mikivel egymást, aki egy ismert játékos volt, de mondjuk előtte nem játszott a Fradiba, de játszott ő Komlón sokat, Szegeden játszott, egy, Igen. nagyszerű középpályás játékos volt. Mi is nincs már köztünk, és ő vele pótolt, próbálta Jenő pótolni, hát ő meg is tett mindent, hatalmas rutinja volt, jó volt, de szembe találkoztunk -e ezzel a, dinamok Dinamo Kievvel, ez a, szintén a akkori Szovjetunió kirakat csapatával, hát ö, ö, róluk szintén nem tudtunk mi, nem láttunk képeket, nem tudtuk, hogy mire képesek, mire, csak hát Dinamo kieve. Valéri alatt az edzőjükkel, és mi kimentünk előző nap edzésre, és előttünk edzettek. És már az edzés vége felé járt, és nézegettük a csapatot, Juhász Pistával, meg a többiekkel, Martos Győző, és hát láttuk azt a felépítettségű csapatot, ahogy azok fizikailag is kinéztek, és ahogy, ahogy, ahogy a játékot ott játszották, egymásra néztünk, hát gyerekek, talán itt lesz, lesz, némi gondunk. De most elkanyarodtam egyébként a belgrádi meccstől, pillanat kalandoznak a gondolataim, hogy belgrádi beszéd visszatér a döntőre, Igen. hogy olyan, olyan, nyomás alá kerültünk, hogy hihetetlen. De az első fél elején mindjárt volt egy szabadugás, amit élesen belőttem a kapu el, is a pusztai Laci szintén nincs köztünk. Igen, Igen Laci. sajnos egy besodorta, mi vezettünk egy ra és akkor úgy hirtelen olyan pillanatnyi csönd támadt a lelátón, hát ott mondták, ó, hát van itt vissza még 80 perc, hát itt majd idő kérdése, és hát óriási íramban miért ment a mérkőzés, egy-egy volt, rúgtak egy gólt, 2-1 a Bálint Lacit kiállította, azért nem játszott most, Rakom össze a dolgokat, mert ennyi év után a lacit kiállították Belgrádba Igen. a 80. perc táján, vagy mikor? 2-1-es vezetésüknél. Uh -huh. Hát ott olyan nyomás volt, 10 bele voltunk, hogy ott valami fantasztikus. És akkor úgy nézett ki, hogy hosszabbítás lesz ebből. És akkor a 80. Valahányik percben szintén el, elindultam, és egy jó ellen betörtem, tizatosan belőle, lövőcsellel, amit... Nagyon szerettem alkalmazni egész pályafutásom alatt, és felvágott a játékos, fölrugott, játékvezető. Majd meglepetésünk, nem meglepetésünk, csak hogy ilyen légkörbe olyan határozottan befújta a 11-est. Ott mm. voltunk 2-1-es kettő, kettő vezetésnél, percek voltak vissza, hát hogyha ezt mondjuk értekesíteni tudjuk, akkor, akkor még talán tovább is juthatunk, addig te szóval gondolni sem mertünk rá. És hát akkor most ki fogja, ki fogja ezt a 11-est rugni. hát ott csak vártunk, vártunk, egyszer csak látjuk, hogy a Megyesi Pista, Pista Igen? szintén nincs köztünk. Nem? Nincs köztünk, sajnos már. Egyesi Pista jön, nyugodt arccal, rá jellemző nyugodtsággal, hát már Jenő beszólt neki, hogy Pista te rúgjad. Hát, hogy ez micsoda bátorság kellett ebbe a légkörbe, ebbe a szituációba Igen? elvállalni. Fantasztikus, csak néztem a pistát, hogy mi lesz ebből. Nem is volt jellemző rá, hogy ezt ő, ő rúgdolta volna a 11-eseket. Letette a labdát, a síri csend volt a leláton, nekifutott, és egy ilyen egész könnyed mozgásból így begurította a kapusnak a jobb oldalához. A kapus meg szinte mozdulatlanul, mereven állt, nem bírt, mert elmozdult egy kicsit balra, és nem tudott már jobbra- visszamozdulni, és a labda épp hogy bevászorgott, a fantasztikus öröm volt, kettő kettő volt, és kihúztuk a végét, védekeztünk tizen, ahogy tudtunk, és is sikerült a döntőbe eljutnunk. És akkor így találkoztunk a kijelvel, amit már kezdtem mondani. Ott már a csapat el volt fogyva, már rengeteg sérültünk volt, eltiltott játékosot és, és ott, ott egyszerűen átszaladtak rajtunk egy-egy ilyen blohin, onyiscsenkó, villámgyós emberekkel. De hát végül is, végül is, szép volt az egész sorozat, mert uh, csak a döntőbe kaptunk ki. Vagyis nyolc meccset veretlenül játszottunk Igen. le mint egyszer kaptunk, ott a döntőbe kaptunk ki három 0 és így zárult a, ez a kegdöntős sorozatunk. Igen, hát. Ami mai napig emlékezik. Ennek is örülni kell. Igen. És hát a Megyesi Pistára visszatérve, gyakorlatilag hosszú-hosszú éveken keresztül mindig, aki találkozott ismerősökkel, mindig emlegették ezt a gólját. Tehát ez sose e, került feledésbe. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon szép emlék, ami kitörölhetetlen, mert ugye a múltat nem lehet elvenni. Igen. Azt már nagyon nehezen lehet elvenni. És hát remélem, hogy a jelenben és a jövőben is azért lesznek ilyenek. Nem tudom, hogy mennyire kíséred figyelemmel a, a mostani játékokat, tehát a mostani eredményeket, akár a magyar válogatott, akár a klubcsapatok vonatkozásában, de Hát mindig szurkolunk. Igen, hát a válogatottat is, a fradi is. Igen. Ott vagyunk állandóan, nézzük, tetszik a csapat. Nagyon-nagyon-nagyon föl van építve az egész klub. Igen. Szakosztályok ragyogóan működnek, úgyhogy az elnökségnek minden elismerést, megilleti őket. A csapat is szimpatikus szerintem, mert van, hogy néha nem megy a játék, de de egy, egy szavunk nem lehet, mert nagyon-nagyon alázatosan játszik a csapat és, és, és egész jó futbalisták is vannak úgyhogy Bizony. úgyhogy sztárokat. sok örövet szereznek sztárokat lehet nevelni. Most ugye többen vannak akik kimagasló eredményeket értek el és hát én bízom benne hogy a továbbiakban is így megy tovább. Most ugye megtörtént a sorsolás most már a, a sorsolás Bizony. következtében már tudjuk azt, hogy mikor és kivel játszunk, és hát most itt a fladinak a további Európa Liga meneteléséről beszélek, hát gondolom, hogy itt is szurkolni fogunk, és hát egy ilyen végszóval, meg egy olyan végszóval, még, hogy még egyszer istenéltesen sokáig ezt nem győzzük eleget mondani, és akkor köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen Tibor a jó kívánságokat és a meghívást. Természetesen, és hát a, a nézőknek is kívánok minden jót, és a, az ünnepekre is hát sok áldott karácsonyt. áldott karácsonyt. Így van, és új évet. Köszönjük Köszönöm. szépen. Köszönöm.